Ez az ormány, mert több ezer izomros található, ezzel egy picike kis gombostyút is fel tudna venni, de egy fát is ki tud vele csavarni. Multifunkcionális szerv, bármire tudja használni. Nehéz körülmények között élő felső tiszavidéki gyermekek számára szervezett kétnapos magyarországi élményprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet és az Observer. Az egyik helyszín a Nyíregyházi Állatpark volt. A kedvenc állatom az a majom. Biztos ma ebbe az állatkertbe meglássuk, mert ez az állatkert nagyon szuperes, nagyon szép, nagyon nagy. És mert azért szeretem a majmokat, mert ők nagyon gyorsak, szeretnek a fán járkálni, szaladgálni, és nagyon szépek. A Kőrös mezőn élő iskolások régi vágya volt a Nyíregyházi körút, ami most megvalósult. A légvédelmi riadók nagyon megviselik a gyerekeket is, vagyis őket legnagyobban, mivel az órákat azt szakítja félbe a tanórákat, hogy le kell mennünk a pincébe, és ott kell 2-3 órán át várakozni, mikor lesz ennek vége. Ezért a pszichológiai állapotuk a gyerekeknek már nagyon megviselt, a rendszerük már nagyon meg van viselve, és ez a kikapcsolódás, ez az utazás, nekik annyira nagy élmény. A harmadik osztály, ide be lehet nézni, persze. Gyerekek, köszönünk! Jó napot kívánok! A gyerekek kitalálják, hogy mit szeretnének csinálni a tanárnénivel. Például itt utazgattunk, kitalálták, hogy hova szeretnének menni, mit szeretnének látni. Egyik nagy vágyuk, hogy eljussanak a nyíregyházi legógyárba, de még nem sikerült megszervezni. A Kőrös mezői iskolások a Tisza nevében című filmben beszéltek arról, hogy nagy álmuk eljutni Nyíregyházára és felkeresni a legógyárat, illetve az állatparkot. A támogatók ekkor figyeltek fel a nehéz körülmények között élő gyerekek álmaira. Ljasuk Dimitri filmrendezőnek szívügye a természetvédelme és a gyerekek környezettudatosságra nevelése. Örül, hogy ilyen módon is segíthet a gyerekeknek. Nagyon boldog vagyok, hogy összejött, mert 3 évvel ezelőtt voltam, amikor a Tisza nevében dokumentumfilmemet forgattam Kőrös mezőn az általános iskolába, és ott ugye bemutattam, hogy a gyerekek hogy tanulják meg a szelektív hulladékgyűjtést, válogatást, és akkor elhintettem a filmbe, hogy az a legnagyobb álmuk, hogy eljussanak egyszer Magyarországra a Lego gyárba és ide az állatkertbe. Hát és ez 3 éve volt, 2 éve mutattam be a filmet, közben jött a Covid, a háború, és nem nagyon tudtuk megszervezni. Én már szinte le is mondtam róla, amikor az Observer megszervezte és jelentkezett, hogy jönnek a gyerekek, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen egy álomnak a megvalósításához hozzájárulhattam a filmmel, és nagyon büszke vagyok az Observerre és az ökumenikusokra, hogy ezt mind összerakták, és nem felejtették el, és végigvitték, és most itt vannak, és nagyon boldogok a gyerekek. Gömbölyösné Mátrahegyi Anna, az Observer ügyvezető igazgatója elmondta, 30 kárpátaljai gyereknek és tanítóiknak támogatták a magyarországi élményprogramot. Példaértékű az, ami velük történik, hogy egy többszörösen nehezített pályán ilyen tudatosan nevelik őket, őrzik a magyarságukat, és ezek a gyerekek a mindenféle nehézségek ellenére is pusztán csak gyerekek akarnak lenni. Ilyen vágyaik vannak, hogy játszunk, legyenek kalandjaink, legyenek élményeink. És mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ez a dolgunk, ha tehetjük, és mindenkinek, aki teheti, lehetőség és módja van rá, azt tegye meg, hogy segítsünk nekik gyereknek maradni minden körülményben. Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetője kiemelte, a 2022. február óta tartó háború nem csak a belső ukrajnai menekülteket sújtja, hanem a kárpátaljaiakat is. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak a helyiek támogatására. A gyermekek esetében a különleges események, ha csak rövid időre is, de csökkenteni tudják a háború okozta traumát. Téli időszakban fa, brikett, kályha, vásárlási program. Hát az élelmiszer, a higiéné, a generátor, a pszichoszociális segítségnyújtás, ezek mind-mind mentek az év folyamán, minden olyan régióban, ahol erre szükség volt, beleértve Kárpátalját. A képviseletünk Kárpátalján a kezdetektől ellátott 220 menekült helyet, élelmiszerre, higiénei termékekkel, gyermek élelemmel, 140 tonna brikettet
szállítottunk házhoz a rászoruló családoknak. Minden olyan család, aki befogadott Kárpátalján menekültet, ingyen kapott 5-5 köbméter fát. Elláttuk a nagyobb intézményeket generátorokkal. Az ökumenikus segélyszervezet eddig több mint 360 ezer menekültnek segített Magyarországon és Ukrajna 20 régiójában. Többek között mintegy 1700 tonna adománnyal, menekült szállások támogatásával, újjáépítési és fejlesztési programokkal, pszichoszociális segítségnyújtással.